Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. A felső képen látható a 8-as szám. Az azt mutatja, hogy van nála egy ilyen húzavona, tegyem, ne tegyem. A képen látható, hogy neki most sok a munkája. A háttérben az ablaknál van a szabadidő, de oda nem figyel oda. A képeknek van szimbolikus jelentése is, az is előfordulhat, hogy ő magán dolgozik, hogy a párkapcsolat területén másképp viselkedjen, vagy bizonyos dolgokat másképp lásson. Vagy belemerül a munkába, és nem figyel oda arra, ami őt felszabadítaná, vagy boldoggá tenné. Az érmék jelentik az anyagi dolgokat is, és a belső értékeket is. Azon kívül mutatják a föld elemét, tehát a reális dolgokat, ő szeretné a terveit megvalósítani. De ennek ellenére, mint ahogy mondtam, van itt még egy húzavona. A második kép mutatja az ő érzelmeit. Itt ezen a képen is a 8-as szám látható. Megint a téma egy húzavona nála. Ő elgondolkozik. Azon tegyem vagy ne tegyem. Itt ezen a képen a tűz eleméről van szó. Az mutatja a bátorságát, a lelkesedését, de ahogy a képen láthatjuk is, kell számára egy irány. Mások is beleavatkoznak a dolgokba, vagy szeretnék azt elérni, hogy ő egy más irányba tekintsen. De ő nem adja fel, azt fogja tenni, ami őt lelkesít. Amit nem vesz észre, az a kettő felső bot. Oda sem figyel rá, nincs ott kapcsolata. Pedig jó lenne, ha ezt is észrevenni, és ez a ti kapcsolatotok. És ha ő odafigyel rád, akkor lesz egy új irány, lesz egy új út, egy kiút. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit közöl veled. A hármas szám arra utal, hogy vannak külső befolyások. És ez fáj. Lehetnek emlékek is, fájdalmas emlékek. Vagy nálatok, vagy nála, mert a képeknek szimbolikus jelentése van, ez lehet az ő fájdalma is. Itt kell a gyógyító hatás, a közelség, a hit, a remény és a szeretet. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a felhő arra utal, hogy jelenleg minden átláthatatlan. Nem lehet tudni, hogyan tovább, nehéz tervezni. Ennek a képnek van más jelentése is, mutatja az időt, mégpedig 6 hónapot. Így fél éven belül lesz itt egy gyógyító hatás, rendeződnek a dolgok. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, ez egy videó felvétel. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve pedig 8500. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket. Viszont hallásra!